A Települési Értéktár Bizottság június végi ülésén tárgyalt arról, hogy két tag, dr. Váradiné Péter Fi Zsuzsanna, a Paksi Városi Múzeum nyugalmazott igazgatója, és Takács Éva képzőművész lemondás miatt megüresedett helyére új szakembereket javasoljon. Körülírtuk, hogy milyen személyekre gondoltunk, például, hogy maradjon meg a múzeumnak az intézményi képviselete, illetve Takács Éva helyére pedig egy helyi képzőművészt, festőművészt, vagy olyan személyt, aki a képtár kapcsán esetleg gyűjteménykezeléssel is foglalkozik. Úgyhogy ennek kapcsán történt aztán az előterjesztés, polgármester úr előterjesztése. Az előterjesztést a képviselőtestület szeptember 13-ai ülésén tárgyalta. Arra kérem a tisztelt képviselőtestületet, hogy helyükre válasszunk két új tagot. A javaslatom az az, hogy az egyik tag az dr. Fazekas Ferenc, ugye a Városi Múzeum intézményvezetője legyen, a másik tag pedig, akit azt hiszem mindannyian ismerünk, az pedig Györfi József festőművész úr legyen. A két új tag személyére tett javaslatot a képviselők egyhangulag elfogadták. Az immár dr. Fazekas Ferenccel és Györfi Józseffel kiegészült bizottság előtt sok feladat áll. Új felterjesztéseket várunk is, akár kidolgozunk mi magunk is. Nagyjából a Pakson az építészeti emlékek már lajstromba vétettek, vannak azonban olyan munkásságok, személyeknek az életútja, amelyek szintén megérdemlik azt, hogy helyi értéktárba elhelyezzük őket, például Németh Imre helytörténeti munkássága, vagy Pákolic István, Jámbor Pál költői munkássága szintén ezt igényelni. 47 helyi értéket tart nyilván a bizottság, ezek egy része megyei érték. Kiemelt megyei érték Tolnaikum például az atomenergetikai szaktudás, a Lusszónium és a Paksi Schiller. A grémium rengeteg tervet kíván megvalósítani a közeljövőben. Emellett tervezünk helytörténeti pályázatot is kiírni, kicsit esetleg a fiatalok felé is nyitni a helytörténeti vonalon, őket is egy kicsit bevonni ebbe a munkába. Illetve foglalkozunk a Mohácsi emléktábla kérdésével, hiszen közeledik az 500 éves évforduló, és történelmi tény, hogy Pakson is keresztül vonult II. Lajos hadserege Kömlődnél megpihentek. A csatában két történelmi paksi család is odaveszett, Paksi Balázs győri püspök és Paksi János udvari kincstartó, akikről a táblán ugyancsak megemlékeznének. A Települési Értéktár Bizottság következő ülését októberben tartja.